Újra divattá szeretné tenni a normalitást a Védett Társadalom Alapítvány. Az élet, a hagyományos család és a keresztény értékek védelmét, a vallásszabadságot, a hagyományaink tiszteletét tekintik a legfontosabbnak. A szervezet munkatársai a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének meghívására érkeztek a megyeházára. Ebben az öt célban alapvetően a vallás és lelkiismeret szabadsága, tehát a kereszténység védelme, amelyet ugye erősen támadnak Európában is. Ugye a második a hagyományos család, a normális család, a klasszikus értelemben vett apa, anya, nő, férfi és gyerekek ugye együttélése. Ugye a harmadik téma az életvédelem, a fogantatástól a halálig gyakorlatilag, és az olyan lobbik ellen, amelyik az eutanáziát vagy az abortuszt támogatja, azt mindenféleképpen megpróbáljuk visszaszorítani a mi lehetőségeinkkel, fölhívja az emberek figyelmét, hogy ez egy nagyon durva, káros irány. Ugye a következő, a negyedik, az a hagyományaink, a történelmünkből, a nemzet értékeiből fakadó kulturális és egyéb hagyományoknak az őrzése, és nem engedni, hogy a nemzetállam létezése megkérdőjelezhető legyen. Enélkül nincs társadalom, nincs normális élet, nincs emberi együttélés. És az ötödik a rend és biztonság. Az elnök hozzátette, a normalitást megtámadták, ezért a Védett Társadalom Alapítvány a nemzet és a keresztény civilizáció megmaradása érdekében végzi tevékenységét. Arra szeretnénk fölhívni az emberek figyelmét, hogy célzottan kell fellépni, határozottan, és hogy ne dőljenek be azoknak a szirén hangoknak, amelyek azt mondják például, hogy nincs tétje a gyermekvédelmi népszavazásnak, hiszen elfogadta ugye a parlament a gyermekvédelmi törvényt, ezért aztán teljesen mindegy, hogy hogyan szavazunk április 3-án az országgyűlési választásokkal egy időben. Nos, nekik azt szeretném üzenni, és azt üzenjük az alapítvány részéről, hogy nagyon is fontos, hogy most megtámogassuk a szavazatunkkal ezt a gyermekvédelmi törvényt, ugyanis hihetetlenül erős a nemzetközi nyomás, amely hazánkra nehezedik a tekintetben, hogy oldjuk föl, helyezzük hatályon kívül a gyermekvédelmi törvényt, adjunk teret az LMBTQ lobby csoportoknak, adjunk teret nekik a tudományos életben, az oktatásban, a gyermekek érzékenyítésében. Politikai, gazdasági és ideológiai nyomást is helyeztek hazánkra, ez ellen nekünk határozottan fel kell lépnünk, a politika, a kormányzat megtette a maga dolgát, most mi jövünk. A céljaik elérése érdekében szeretnék megtalálni azokat a szakembereket és tudósokat, akik az elmúlt években felkapott elméleteket szakmailag képesek korrigálni, és a normális világ figyelmét felhívják arra, milyen irányba kellene mennie.